Hát tegnap a Berec Andrissal, amit csináltunk közösen, ez most már harmadik könyvünk, amit én illusztráltam, és Emmy külön díjat kaptam illusztrációkért. Hát nagyon örültünk az Andrissak, mert egy nagy és teretebbes anyagból, hogy megtiszteltek, hogy a kis szerint kis kötetők, és hát kapott díjat, úgyhogy Andrissal, mint említettem, három könyvünk jelent meg, most csináljuk a negyediket, és ez általában mindig egy nem is kicsit aktualitásról szól. Itt ez egy ilyen biblikus történet, Káin és Ábel a testvérek állandó torzsolgatása és ellentéte van most a központban, ez lesz a témája. Az előbbi, ami díjat kapott, az is hasonló teremtés mitosz, mindegyik gyergyói fogadtatású, persze hát az Andrissnak az átköltésében. A mostani dedikálás alkalmában pedig a Góka Rozinak a Mátyás sorozat, amit már háromszor jelent meg, mindenki kicsit szebb formában, anyagoktól függően. Még a változás idején csináltuk az elsőt, szintén egy aktuális Mátyás centenárumra, sajnálatos módon nem nagyon emlékeztek meg egyik esetben se, úgyhogy ez a kis könyvünk akart lenni. Ez Csángó gyűjtés Mátyásról, hát hihetetlen mennyiségű, most is ki tudtuk még valami 17 újabb mesébe, tehát ez egy még teljesebb gyűjtés. Úgyhogy hát nem panaszkodtam, most van elég dolgom, megnyertem, hál' Istennek egy 1975 óta dédelgetett termel volt a Komiszkölyök naplója, egy 1800-as évekbeli amerikai szerzőnőnek a könyve. Nagy siker volt, nálunk is már a század elején megjelent Karinthy fordításban, rengeteg kiadás megjelent Amerikában, Angliában, Kanadában, tehát angol nyelvterületen. Hát egy hálás téma egy rossz csontról, és hát én próbáltam bele csempészni a saját és barátaim rossz csontságát is. Ez 13 rész lesz, és ennek a most készült el a negyedik része, úgyhogy már adásba is ment. Eddig a két rész, és hát nagy örömömre mindjárt nyert is a Veszprémi animációs fesztiválon. 19 sorozatot megelőzve, és hát a tévé tudom, hogy a legnézettebb lett, pedig még csak az első kettővel kész, hát remélem, hogy így tudjuk folytatni. A Gyurival régóta ismerjük egymást, és az első között, mikor megjelent egy kötete, akkor megkért, hogy ezt illusztráljam, szintén becseteket, és az volt a lényege, hogy az állatkerti munkássága, ami hát maga izgalmas, de ráadásul még egy rendkívül változatos társaság munkatársakkal, tehát az összes akkori kiugrott paptól kezdve börtönviselt régi katonatiszték hihetetlen érdekes figurák között ezért a fenevadakat gondozták, úgyhogy olvasmányos nagyon. Azt is mesélte Gyuri, hogy kiegészítette, tehát egy bővített kiadás.